Egy fegyveres 10 embert megölt, köztük a helyszínre érkező első rendőrt a kolorádói Boulder egyik bevásárló központjában az Egyesült Államokban. A férfi helyi idő szerint hétfő délután 14:30 körül lépett be az élelmiszerüzletbe, és szemtanú szerint azonnal lövöldözni kezdett. A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, majd 2 órával később alsó neműben elvezették a gyanúsítottat a kolorádói fagyban. A helyi rendőrfőnök nem hozta nyilvánosságra a férfi nevét, miközben könnyeivel küszködve számolt be a történtekről. Éjjel-nappal itt leszünk. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettünk. Szeretném megnyugtatni a közösséget, mindenki biztonságban van. A következő néhány órában igyekszünk minél hamarabb azonosítani az áldozatokat. Ennek érdekében együttműködünk a halottkémmel, hogy ez a lehető legkorábban megtörténjen, ismertette Paris Herald. A boulderi támadás idén már az 5. olyan lövöldözés az Egyesült Államokban, ahol 5-nél többen vesztették életüket. Legutóbb egy férfi 8 embert lőtt le 3 atlantai masszázszalonban március 16-án.